Szia, Jó van, Balázs! bár... Szia! Kata, szia! Hello. A kedves nézőinknek elmondom, hogy tulajdonképpen azért gyűltünk ma itt össze, hogy az ember tragédiája kapcsán érkezett kérdésekre válaszoljunk. No, akkor én felteszem neked az első kérdést, jó? Jó! Az pedig úgy hangzik, hogy a zeneszerzés és a színészet volt-e bármiféle hatással egymásra a munka során? Hát valamennyire én a legelején a zenei világot tekintve nagyon, nagyon elrajzoltam, és nagyon, nagyon saját burkot akartam létrehozni, de aztán rájöttem, hogy ez így nem lehet, tehát valamennyire kompromisszumképesnek kell lenni az embernek, úgyhogy muszáj voltam úgy nevezve áldozatokat hozni, tehát lemondani bizonyos dolgokról, és inkább építeni magát az egészet. Volt egy olyan konkrét kérdés, arra emlékszem, hogy az, hogy színész vagy, az segítette a zeneszerzésben. Nem, erre egyszerűen tudok válaszolni, nem, mert attól, hogy valaki színész, nem zenész, de egy zene nagyon-nagyon tudja, nagyon sokban tudja segíteni és alátámasztani magát a színészt. És igyekeztem inkább atmoszféra jellegű dalokat létrehozni, mint sem egyedi megfogalmazásokat, vagy önző módon kisajátítani valamit. Hát ez most vagy sikerült, vagy nem. Én azt érzem, hogy valamennyire sikerült ezt megfognom, és hát még a próba folyamatok alatt, amikor ez az egész volt fura nagyon, hogy a saját dalomat kell úgymond betanítani, meg hallgatni, és hogy igazából elvonatkoztatni attól, hogy ez most az én szerzeményem, és úgy tekinteni rá, mint a mű részére, és nem úgy, hogy én írtam, és akkor most a srácok jól énekeljék el, vagy jó ide, vagy nem, mert hinni kellett benne, hogy ez működőképes. Szóval, visszatérve az elejére, nem volt hatással, vagy nem segítette a zeneszerzést az, hogy színész vagyok, inkább próbáltam a zenét úgy megfogalmazni, hogy a színészeknek könnyebb legyen. Te jössz. Ó, igen. Radikális húzások történtek ebben a darabban, és ennek köszönhetően irgalmatlanul rövid lett ez az előadás. A kérdés az, hogy miért? Hogy lett ennyire rövid? Tehát gyakorlatilag egyharmadára húztuk tulajdonképpen. Azért mondom többes számban, mert nem egyedül csináltam. Nagyon sokat segített nekem az egyetemisták közül Ré Varga Ádám és Kovács Martin. Velük csináltuk meg még a nyáron az alap szövegkönyvet, és utána a próbák során, ugye, ahogy alakultak a dolgok. Emlékszel, hogy húztunk is vissza dolgokat? Igen, igen. Meg még húztunk ki más dolgokat, és például, ahogy mondtad az előbb, hogy áldozatot kellett hoznod néha, ugyanígy voltam ezzel én is, amikor valamit visszahúztunk, hogy azt én valószínűleg nagyon nem akartam, azért húztam ki, de aztán végül is kompromisszumképes voltam, és akkor mégis visszakerültek dolgok. Némelyikkel nagyon egyetértettem, némelyikkel kevésbé, de aztán végül is az egésznek lett egy ilyen egész jó konzekvenciája, vagy szóval, hogy így működött szerintem, vagy legalábbis a visszajelzések alapján. Meg azért lett ennyire rövid, vagy azért akartuk, hogy ennyire rövid legyen, hogy tényleg a fiatalok számára egy befogadható mennyiség legyen egyszerre. Mert hát ha emlékszel, amilyen több órás előadásokat végignéztünk igen, egy igen, igen. Ezelőtt, hát mert ugye... Hogy ez irgalmat, tehát ez egy olyan filozófiai költemény, amit valószínűleg színpadon irgalmatlanul nehéz megcsinálni, és olyan monológok, amik nem szituatívak. És most nem biztos, hogy alapvetően egy ilyen sokszemélyes darabot tekintve jó az, ha egy ember eszmefuttatását hallgatjuk perceken keresztül, hanem akkor inkább nekem ez a gondolatom, hogy azért, hogy meglegyenek a konfliktusok, a viszonyok, a szituációk. Szerintem ezt is elárulhatom, hogy a Kriskó János tanár úr mondta azt utána, hogy nagyon követhető, és hogy nagyon
tetten érhető benne minden. Szóval ezek így szerintem nagyon pozitív visszajelzések. Meg hát nyilván a laikus néző is, tehát tőlük is jött egy csomó pozitív kritika erre vonatkozóan, de hogy fontos volt az, hogy rövid legyen, és tömör, és hogy sűrű legyen. Na, kérdezek tőled, jó? A második. A második, igen. Hogy melyik volt a nehezebb, megírni a zenét, vagy bepróbáltatni a társulattal, vagy hát a csapattal? Hát más-más miatt mind a kettő nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát alapból úgy nyúlni valamihez, hogy semmi nincs, hogy az ember kreativitása és gondolkodása kell, hogy meghatározzon valamit, úgy igencsak nehéz zenét írni, mert ha mondjuk tényleg teljesen rá van bízva az emberre, hogy hozzon létre mondjuk valamilyen hangulatot vagy atmoszférát, akkor valószínűleg, hogy olyat csinál, ami neki kedvező. Itt visszatérek arra, hogy megint áldozatot kell hozni, de nem akarok ebbe belemenni, hanem hogy szóval, hogy a zeneszerzés hosszadalmas volt és nehéz, mert nagyon sokat vaciláltam, nagyon sokat keresgéltem, nagyon sok ötletet vetettem, elvetettünk el, ami nem szolgálta az előadást. Aztán, ha már valami alakulófélben volt, akkor vagy a hossza, vagy a minősége, még egy kis, nem tudom, díszítés kellett volna még bele, vagy rövidebb változatot kellett volna csinálni. És én hülye, közben meg törekedtem arra, hogy ne legyen szokványos, hogy kicsit rendhagyó módon indokolatlan ritmusképletet használjak, ami talán rabulejti és elgondolkodtatja a nézőt, vagy elviszi egy olyan világba, ami nem a megszokott, tehát nem egy készhez kapott anyagot kap, hanem inkább egy olyan burkot, amiben rengeteg érzés, kérdés van, és akkor ott el lehet így lamentálni, vagy nem tudom. Hát a betanítás pedig abból a szempontból volt csak nehéz, hogy a fiatalok ugye nem zenészek. Mindentől fogva türelmesnek kellett lenni, holott én sem játszom minden hangszeren, és közben meg mégis úgy valahogy elmagyarázni a srácoknak, vagy mondjuk Ádámnak a basszusgitárt, hogy akkor mit fogjon. Hál' Isten, ő érti, lehet, hogy én kevésbé, és akkor, de ő meg, mit tudom én, egyből rátapintott a lényegre, amit meg én valahogy megpróbáltam neki elkommunikálni, és akkor sikerült. Küzdelmes volt mind a kettő része ennek az egésznek. De nagyon jó tapasztalás volt ez az egész, meg remélem, hogy nem ez volt az utolsó. Aztán majd meglátjuk, de hát ezzel is többnek érzem magam most. Na, de hogy ne álljunk meg. Most megbombázlak. Az volna a kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen fiatal színészekből álló csapat munkáját megsegíteni a mű megértéséhez. Hát nagyon sokat elemeztünk, ugye. Úgy kezdődött ez az egész próba folyamat, hogy összeültünk, olvastunk, beszéltünk róla. Hát hány hétig nem álltunk fel az asztaltól? Hát nagyon sokáig. De hál' Isten, hogy egész hamar el tudtuk ezt az egészet kezdeni. Tehát igen. Már november végén. Novemberben elkezdtük, igen. Január 22? Igen. Volt a bemutató, igen. Igen. Igen, és hát emlékszem, hogy nem csak ezek a próbatáblára kiírt próbaidőszakok voltak, hanem hogy így mennyit próbáltunk ilyen lopott időkben, hogy hozzám is jöttek, vagy jöttetek csomóan, elemezgettünk itt-ott-amott, egyesével, kettesével, külön-külön, és aztán azok mind kellettek ahhoz, hogy amire fölálltatok a színpadra, addigra már volt a fejetekben egy egész konkrét kép arról, hogy egyrészt mi az, amit szeretnénk, mi, akik lent ülünk, alkotók, meg hogy addigra már bennetek is volt egy ilyen kép, hogy hogyan szeretnétek mindezt megmutatni, vagy megcsinálni. Én így láttam ezt. Abszolút.
Hát ennek az egésznek ugye a nyelvezete az, ami nagyon-nagyon nehéz, és úgy megtalálni egy hangsúlyt, hogy abból szinte egyértelmű legyen a mondatnak a tartalma. Hát na jó, csak addig, amíg nincs meg a fejedben, vagy a fejetekben Hát az, hogy igen. mit akar az az egész mondani, addig teljesen mindegy, hogy milyen hangsúlyokat használsz, mert előbb, ha a fejedben megvan, akkor már szerintem a hangsúly is jó, vagy gondolom, hogy valami ilyesmi. Végül is igen, csak hogy ugye ezeket megtalálni volt ennyi idő, vagy inkább hosszadalmasabb. Igen. Meg emlékszem, hogy volt, akinek levelet tettem a láttörlőjére a szerepével kapcsolatban. Tényleg? Igen, Ki? igen. De ki És volt aztán ez? másnap reggel, amikor kinéztem az ablakon, akkor az a valaki itt állt az ablak alatt a kutyájával, és azt olvasta, amit én írtam neki. Az vicces volt. Hát kinek? Jaj. De ugye meg is csinálta azt, amit ő... Megcsinálta, mert leírtam neki, hogy hogyan épül fel a szerepnek az íve szíről szíre, és akkor ebben próbáltam így még plusz instrukciókat elrejteni, és aztán azok meg is valósultak. Na hát, Néha. néha, hát, igen. Milyen volt a viszonyod Ádám szerepével korábban, és milyen most? Szerintem a korábban úgy értjük, hogy amikor még nem kezdtünk el próbálni, nem? Amikor még nem voltam Ádám. Igen. Nem is tudom. Valahogy azt érzem, hogy amikor még úgy nem került szóba ez az egész, hogy lehetek Ádám, vagy hogy leszek Ádám, Lucifert sokkal izgalmasabbnak tartottam, mert ő valahogy a gonosz karakterek mindig izgalmasabbak, és színesebbek. Szóval, hogy annyira nem érdekelt, nem vonzott ez az egész, hogy vajon milyen lehet Ádám, meg mi az, ami motiválja. Úgy nem viszonyultam hozzá. Aztán egyszer csak, amikor még a Nemzeti Színházban voltam gyakorlaton, akkor az igazgató úr, Vinyánszky Attila behívott az irodájába, és felajánlott egy lehetőséget, amivel egészen fél évig úgy voltam, hogy élnem kell vele. Ez történetesen Ádám szerepe volt az ember tragédiájából, és akkor úgy, tehát nyilván az a tudat, hogy Nemzeti Színház, meg Vinyánszky Attila, meg mégiscsak az egyik, a magyar triász egyik legnagyobb műve. Tehát akkor már érdekelt. Meg így, ahogy így haladtunk sorra tovább az egyetemen, harmadév, negyedév, ötödév, hát persze egy idő után az ember így rááll agyilag arra, hogy minden érdekelje. Jobb esetben. Aztán valahogy úgy adódott, hogy nem éltem a lehetőséggel, mert jött más, viszont itt most megint csak szóba került, és akkor elkezdődik a próba folyamat, és akkor meg úgy voltam vele, hogy hát igazából ez legalább annyira izgalmas ez az ember, mint Lucifer. És az ő vívódásai nagyon nemesek, nagyon emberiek, egyel kettővel még egyet is tudok érteni, sőt, de túlságosan súlyos témákat dolgoz fel ahhoz, hogy az ember hétköznapi életet tudjon élni. Nagyon nehéz volt, de valahogy hála neked, meg Cseke Péter igazgató úrnak, meg úgy az egésznek, meg talán egy picit a zenének is sikerült valamennyire megfogni, megfogalmazni ezt a dolgot. Szóval emlékezetes próba folyamat volt, és igazából hálás lehetek, hogy lehetőséget kaptam egy ilyen szerepre, mert ez nem mindennapi. És az, hogy mondtad, hogy a Lucifer izgalmasabb volt számodra, hogy arról az jutott eszembe, hogy ez azért persze tök jó meg minden, de hogy a Lucifer mindig egyet akar, nem? Tehát, hogy ő mindig az adott szituációban, vagy az adott helyszínen, vagy dologban azt akarja, hogy ez elromoljon, azt meg akarja fúrni. Tehát neki mindig egy a célja, Ádámnak meg egy csomó van, az sokkal izgibb színészként, nem? Hát végül is igen, emiatt, tehát ebből a szempontból valóban, mert nagyon hirtelen jönnek az újabb és újabb kihívások, de közben meg Lucifernek is nagyon nehéz
lehet állandóan kizökkenteni Ádámot, mert egészen addig, amíg ő nem szól, addig Ádám abban a tudatban van, hogy most már minden jó. Aztán egyszer csak jön-e valami gigszer, és akkor Ádám ráeszmél, hogy hoppá-hoppá, valami hiba került a rendszerbe, tehát ez sem az igazi. Tehát Lucifer nélkül Ádám nem tudna előre menni. De amúgy meg igaz, amit mondasz, tehát színészileg valóban izgalmasabb egy Ádám, mint egy Lucifer, mert Lucifer a folytonos szerelem után való küzdelmet próbálja lerombolni, Ádám meg azt alapul véve próbál mindig mást elérni és létrehozni. Egy olyan harmóniát, egy egységet, ami mindenkinek kedvező, egy utópiát talán. Hát akkor ezt jól megbeszéltük, igaz? Na, hát örülök, hogy dumáltunk róla, meg ilyesmi. Meg reméljük, hogy a nézőket is sikerült kicsit szórakoztatnunk, vagy bevonnunk a dolgokba. Úgyhogy akkor köszönjünk el a nézőktől, mit szólsz? Rendben. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak és meghallgattak minket. További szépet, jót, jó egészséget, vigyázzanak magukra, vigyázzatok magatokra, egymásra. És maradjatok otthon. Maradjatok otthon. Egyetek sok hortobágyi húsos palacsintát. Mert ne. És reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk élőben, a színházban. Volt-e hatással? Nem. Nem volt hatással.